Hello, hello, hello. Fogalmam nincs, mi fog kisülni ebből. Ó, de jó, szóval. Az igazság, elkezdtem szimkézni. Mondom, felveszem egy ilyen szimkézt is, mert why not? És akkor ez az egyik rész. Másik meg, hogyha kikerül persze. A másik meg, egy kicsit játszok aztán, hogy kikerül vagy nem. Második résznek. Nos, ebből az egészből az lett, hogy egy részét tettem az egészet, mert külön-külön nem lett volna jó, és egy ilyen montás videót vágtam belőle össze, amiben lesznek gyorsítások, vagyis hát egy gyorsítás lesz benne, de az is bőven elég. Persze, de imádom, mikor ilyenkor ír valaki messengeren, miközben én éppen voiceover-t veszek, nem szoktam voiceover-eket felvenni, szóval, hát, igen, így ezt írandom így utólag. Szóval, hát, igen, döntésképtelenség level 10 millió volt itt, mint láthatjátok, hogy csináljam meg a karaktert, meg minden, mert... összejönni, úgyhogy emiatt is van ezen a részen. Részen. Sok. Vágás. Mert egyszerűen olyan döntésképtelenné váltam. Na itt a hajak tekintetében az egy külön paki parádé lehetne, amit csináltam. Nos, csak sikerült kiválasztani nagy nehezen a haját, azt a sok szenvedést még így kivágtam menet közben, mert szerintem senkit nem érdekel az, hogy vagy 2-3 percen keresztül szenvedek a hajakkal, maybe. Jaj, közben itt random csuklok egyet, na mindegy. És mondom, hát minden történt itt ez alatt a videó alatt, de úgy full. Azt egyszer megoldottam, mert mindig ugyanazt a cipőt választottam. Más szinten. Színben. Mert, ja. Hát, a pizsama a kedvencem, amit választottam, az ilyen random ink meg a röviden nadrág kombó. Ezt mondjuk nagyon adom, amit most adtam rá itt a szememre. Fogalmam nincs, ez a sorozat, ez így miért indult meg, hogy lesz meg. Stb. Most történtek dolgok itt nagyban, úgyhogy ezt most nem tudom, miért vittem be ezt a teppinget, na mindegy. Szóval, hát történtek olyan dolgok, amelyek nagy meglepetések lesznek, nagy valószínűséggel a jövőben. Csak még azoknak idő kell, még azok a dolgok megérkeznek, meg minden, mert tervezek rólunk készíteni. Köszönöm amúgy, hogy beszéltek az utcán, de hogy full komolyan visszatérve a témához. Tervezek majd azokra egy videót, egy beszámolót készíteni, vagy valami. Ilyesmi, nem tudom, hogy mikor fog az kikerülni. Azután, hogy persze megjöttek a termékek, mert egy csomag. Akkor körülbelül 4 darab csomagot várok. Úgyhogy, ja, most egy kis pénzköltés ment, de nem akarom lelőni a point igazából. Annyit elárulok, hogy az Asus laptopom ugyanúgy meg fog maradni, ugyanúgy használni fogom, a HP laptopom ugyanúgy meg fog maradni, használni fogom. A Trust, nem tudom, hogy kell mondani helyesen, kiejteni helyesen, KXT 232.
is hallani. Edina volt a gejetina, mert levettem. Vagy volt fogalmam, nincs, hogy sikerült megoldani. Miért kell kem ilyen nepiszkálódni? Na igen, itt lemásolom lemásolom azt a fürdőszobát fentre. Annak a részének a csádnak, amit régebben készítettem el, köti, nem tudom kinek, és köti, nem tudom kinek. Esküszöm, nem tudom, milyen neveket adtam. Az a legviccesebb is fun fact az egészben, hogy mi családokat akartam megcsinálni. Egy tök random családot csináltam. És nem is tudom, miért csináltam akkor. Van a 100 baba kihívás ASMR-ba. Van a lengyel ASMR csatornán, ugye a 100 baba kihívás, mint ASMR. Akkor a Gregor ASMR, ugye Colin kutyával. Nos, annak nagyon rég volt része. Akkor a... mi az? Random Genetics Random Genetics Challenge Chess. Ezt nehéz kimondani és összehozni. Annak az családnak már rég volt a része igazából. A 100 baba kihívás meg a Random Genetics Challenge-es családos sorozat. Jó nyakadegert mondat. De mindegy, azok ugye stream sorozatok. Viszont a Gregoros nem. És hát ez a Sims 4 sorozat sem stream sorozat lesz. Maybe. De ki tudja, mit hoz a sors. Lehet azt hozza a sors, hogy át fog menni mind a kettő stream sorozatba. Bár az nagyon kétlem. Mint a három embernek akarom mondani Simnek. Ugyanaz a civil designer munkája lett. Itt kivágtam még mindenki. Vagy mégsem vágtam ki. Na akkor belekerült a montásba, hogy mindenkinek ugyanaz a munkája. Jó. Esküdj, emlékeztem, hogy kivágtam. De hát akkor ezek szerint nem vágtam ki. Annyi baj legyen, én azt mondom. Ez legyen a legnagyobb probléma. Viszont, ahogy látom, nem, még kell idő, de el fogunk érkezni a gyorsításhoz, ami egy 200%-os gyorsítás. Amíg itt rendezkedtem a lakást, meg ilyenek, amúgy esküszöm, azt akartam, hogy panzió már a bérletbe költözzenek, tehát abból más lett. Igen, ez a lakás lett a... mondjátok, mi az? Mi az? A lebérlet helyett. Igen, most annyira nem jutnak eszembe a szavak, de ez legyen a legnagyobb probléma, hogy nem jutnak el igazán eszembe a szavak, és közben lejjebb veszem, hogy nehogy vissza. Thank you for info. Information. Majd fogalmam is, mit ért ki. Ezért utálok utólag voiceover-t felvenni. Csak mikor nem tudom eltudni, mert most fent lesz, vagy nem. Vagy vágva lesz fent, vagy egybe, vagy montásként. Na, akkor van ez a nagyon-nagyon nagy döntésképtelenség, és akkor jön ez, hogy így, jó lenne, de mégse. Vagy most ez hogy oldjam meg, vagy mi legyen, akkor szokott ilyen előfordulni. Viszont itt úgy érzem, hogy ebbe még bele kellene gyorsítani. Nos, végül belgyorsítottam, mert még az a rész hosszú lett volna, még így kétszeres gyorsítással is. Így azért négyszeres gyorsítással szerintem olyan, hogy ki lehet bírni. És összesen milyen hosszú videó lett, megnézzük. Hát egy majdnem 14 perc, 50 másodperces montást csináltam abból a körülbelül mennyi? Hát 20-25 perc nyersanyagból összevágt, meg ilyen 15 perces kis montás videót, de próbáltam az izgalmas részeket benne hagyni. Viszont azt vettem észre, hogy elkezdtetek fogyni nézettség tekintetében. Ez most a streamelgetések miatt van, vagy most ami kikerült, az a beszélgetés. Live volt, montás videó, nem tetszett nektek, nem tudom. Csak azt, hogy ezek a streamek lehet, hogy nem úgy nyerték el a tetszéseteket, és
16, az egy héttel ezelőttén 64, a két nappal ezelőttén 56, a 23 órával ezelőtti videón pedig 37 megtekintés. Mindegyiket ajánlom figyeltekbe, és hogyha szeretnétek, nézzétek meg őket. Igazából egyiket sem akarom rátok erőltetni, de hogy itt ne félreértések legyenek, itt ne. Jaj, ez nagyon furán jött ki. Szóval nem ilyen van, meg nem a nézettség, meg ezt, amit nehogy félreértsétek ebbe a számos témába, ezért utálok amúgy belemenni. Mert utána sok ember szereti félreérteni, de mondom, tehát nem az van, hogy most a megtekintés van, mert csak mondom, nem dobta fel a YouTube, vagy nem igazán érdekelt titeket, vagy a stream, vagy inkább streamek voltak. Igazából csak amiatt kérdezem, hogy tudjam, hogy mi az oka. Mert így, why not, miért ne? Igazából kíváncsi vagyok. Ja, és írjátok meg kommentbe, hogy a stream, akkor milyen streameket szeretnétek, a videó, milyen videót szeretnétek, szeretnétek gameplay ASMR-t, vagy nem szeretnétek gameplay ASMR-t, milyen roleplay videókat, triggeres videókat szeretnétek meg, ilyenek, írjátok meg lent kommentben, mert igazából kíváncsi vagyok rá, és az a nagy igazság, hogy azért vannak streamek inkább, mert videó ötlet hiányban szenvedek, és nem tudom, hogy milyen triggeres, vagy lágybeszédes, vagy felolvasós, vagy szájhangos, vagy roleplay videót vegyek fel, így egy ilyen gameplay ASMR streamet elindítok, és vagy hát elindítok egy streamet, és akkor az gameplay ASMR stream, vagy leülök csak úgy játszani, mert fán, aztán így összevágom nektek montásba, hát ha tetszik nektek, és ha tetszik, akkor örülök neki, ha nem, akkor meg írjátok le, hogy miért szeretnétek helyette meg ilyen dolgok, mert ebből tudok én is úgymond táplálkozni, hogy mi az, amit úgy gondoltok, hogy tetszene nektek, mi az, ami nem, és akkor ezáltal mindenki még jobban meg fogja tudni találni a csatornámon azt a típusú videót, azt a típusú ASMR videót, ami tényleg tetszik neki, tényleg szomjas rá, úgymond, meg ilyenek, és akkor az úgy mindenkinek jó lesz. Nekem azért, mert tudom, hogy tetszik nektek. Nektek azért, mert tetszik nektek, és akkor úgy segít ellazulni, meg ilyenek. A voiceovernek ez a jó része, hogy random úgy eltöltik a figyelmem, hogy minden lesz be csak Sims-hez kapcsolódó voiceover. Szóval most legyen tényleg most már Sims-hez kapcsolódó voiceover, mert úgy jobb lesz azért az egész szó. Na, csináljad már a dolgodat, te cica, mica, mert... Ja, viszont ahogy ennek a videónak nem sokára vége lesz, szóval szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem nektek, hogy velem voltatok ebben a videóban, velem tartottatok, megnéztétek, további szép napot, hétvégét, vagy bármit